Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök és tanácsadói úgy vélik, az orosz hadsereg számára ismét Harkiv elfoglalása a cél, és Ukrajna EU tagjelölti státuszának elfogadása miatt más európai országokat is megtámadhatnak. A NATO főtitkár Jens Stoltenberg vasárnap azt mondta, hogy a nyugatnak fel kell készülnie Ukrajna hosszú távú támogatására. Szerinte Ukrajna támogatása annak ellenére szükséges, hogy a háború évekig is elhúzódhat. Hozzátette, hogy a segítség sokba kerül a növekvő energia és élelmiszerárak miatt. Nem adjuk a déli területeinket senkinek. Mindent, ami a miénk volt, visszaveszünk. A tenger biztonságos lesz és ukrán marad, jelentette be az ukrán elnök videóüzenetében. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője bejelentette, Harkivban orosz Iskander rakéták egy tankjavító üzemet találtak el. Igor Konoshenko szerint az orosz hadsereg az elmúlt napokban 20 olyan harci járművet is megsemmisített, amivel a nyugat támogatta Ukrajnát. Az orosz csapatok továbbra is nagy erőkkel támadják a Donbasz régiót, az ukrán katonák azonban ellenállnak a támadásnak. Liszicsanszk lakóinak ugyanakkor fogytán az élelmük és a vízük az óvóhelyeken. Legtöbbjük elmenekülne, de a folyamatos bombázások ezt nem teszik lehetővé.